Hogy keveredtem én bele ebbe a dologba? Hát egyrészt ugye biztos azért keveredtem bele, mert hogy humorral foglalkozom, és ez egy jó apropó arra, hogy egy ilyen karakterszerepet rám osszanak, hogy egyáltalán rám gondoltak, persze, annak azért van ok. Hát egyrészt magam is újpesti vagyok, tehát itt élek most már 10 éve lassan. Ez az egyik ok. Magam is voltam egy rövid ideig ennek a zenedének, vagy zeneiskolának tanulója, diákja, hallgatója, már így felnőtt fejjel, mint ahogy ugye az előadásból is látszik, hogy itt felnőtt emberek is lehetnek kisdiákok. Magam is, a rendezőnővel pedig hát korábbról is, mint ugye önálló, független művészemberek már dolgoztunk együtt különböző műsorokban. És hát azt hiszem, hogy talán a legerősebb ok mindemellett az, hogy én egy zeneszerető ember vagyok, és ezen túlmenően nagy fogyasztója mindenfajta zenének, Mozarttól a Deep Purple-ig. Azt mondja, hogy nagy fogyasztója, de a muzikalitás, meg a zene, az jobbára elég nagy szerepet játszik a te produkcióidban gyakran. Hát, hogyha a közönségnek is ez lenne a véleménye, mint neked, akkor én annak nagyon örülnék, hogyha így van, akkor ez egy jó visszajelzés. Hát azt mondják, hogy van bennem valami zenei tehetség. Én magam szeretek énekelni, az instrumentális zenével nem sokat foglalkoztam, valaha tanultam egy kicsit zongorázni, egy kicsit gitározni. És magam egyébként hát tanító végzettségű vagyok, tehát akár az alsó tagozatban éneket is taníthatnék, tehát azért nem vagyok nagyon messze én a zenétől, de mondjuk Liszt Ferenc díjam nem lesz már az életben, az valószínű. Ez egy klasszikus darabnak egy klasszikus figurája, amit te játszol. Nyilván egyből mindenkinek beugrik Latabár Kálmán például, nem? Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit hát nem tudtál, azért kell küzdeni, hogy az ember ne kövesse. Bár te... Én elkövettem mindent ellene, hogy nehogy véletlenül valaki ráismerjen. Bár ugye nekem eredetileg ugye az egyik fő foglalkozásom, hogy utánzok, parodizálok, tehát hogy éppen, hogy ráismerjenek. De pont erre akartam kiukadni, hogy... De most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem akartam, úgyhogy az a legendás, lehet, hogy tán ittam, lehet, hogy tán torgok, de részeg az nem vagyok, az természetesen az első pillanatban kiesett a forgatókönyvből, illetve a partitúrából, illetve a szövegkönyvből, vagy hogy is mondjam, szóval azt azonnal kiírtam. Viszont írtam bele másokat, némi aktualitást, mert hogy úgy gondoltam, hogy akkor azért, hogyha valaki egy humorista vagy parodista, akkor a közönség azt várja tőle, hogy na majd akkor ő ugyanazt fogja csinálni. De nem csinálhatja, vagy legalábbis én úgy gondoltam, hogy nem csinálhatom, úgyhogy teljesen átírtam. Tehát nem arról szól a dolog. Viszont arra vigyáztam, hogy azért lehetőleg karakterben ne essek ki az eredeti szituációból. Van benne persze mai aktualitás is, de amikor bejövök, akkor Ódu Liber Augustin a bejövő zene, illetve a nótám. Ami természetes, hát egy 1910-es években, vagy még korábban született opera, ugye az, és bécsi opera, hát az szükségszerűen egy bécsi népi motivummal fog bejönni egy börtönőr. Hát az, ő ott otthon van, Bécsben van otthon.
Mondtad, hogy mit várnak egy humoristától a nézők, de hát te itt ebben színész vagy, nem humorista? Hát, na de hát egy komédiást kell megjelenítenem. Egy jó humorú, kedves, bohém, enyhén a végére már igazán részeg börtönőrt. Tehát, és hát nem beszélve arról, hogy hát az elődök, Agárdi is játszotta, Lata már is játszott, tehát ő a legendás alakító. De hát mások is, tehát ez egy gyönyörű, nagyszerű karakter szerep, ami hogyha még jobban elengednénk magunkat, akkor ez egy 10 perces magánszám is lehetne, de hát az illetlenség lenne, hiszen ez egy húzott változat, tehát akkor illetlenség lenne egy szerepet meghagyni az eredeti állapotában, hiszen Latabárnak azt hiszem ez egy 7-7,5 perces önálló játéka, plusz még azt hiszem Radnai Györggyel, a színigazgatóval, még rátéve egy 3 perc. Tehát ha zsenik játszanak, akkor persze szabad a vásár. Hát azért én egy jókedvű, és bízom benne, hogy a közönség számára is úgy tűnik, hogy jó hangulatú alakítást akarok megcsinálni, és nem többet. Tehát nem utánozni akarok, és pláne hát az meg eszembe nem jut, hogy felülmúlni ilyen nagyságokat, mert az soha nem fog menni. Ha nincs onnan fogházigazgató, akkor mindig jól érzem magam. Pontosabban fogházigazgatónak érzem magam. És ha egyedül vagyok, mi az itt? Mi az itt csak? Hát ez egy szivar. Milyen szivar ez? Lehet, hogy jó szivar nekem az. Nem tudja véletlenül, hogy mit akartam kérdezni. Honnan itt tudjam, te tulok? Nem tudja? Gőzöm szint. Hogy mi milyen hülyék vagyunk? Micsoda? Jelentést kérek! Jelentem az éjszaka lefolyása alatt és annak leforgása alatt úgy szintén. Tesz is jelentést, hogy ha jól elmondtad? Tovább! Ez meg mi? Rajzoljáztunk az operaházban. Az Éles Istvánnak nagyon jó hangja van. Tehát ebben a darabban csak prózai szerepe van, de ő egy remek hangi adottságokkal rendelkező ember. Éppen akármikor dolgoztunk együtt, mondtam, Istenem, miért nem 20 évvel ezelőtt kerültél a karmaim közé, és akkor dolgoztunk volna együtt, mert akár egy nagyon jól menő tenorista is lehetett volna belőle. Az Ószólemiót egyszer valamelyik darabba, ha még dolgozunk együtt, azt azért belerakom, mert frenetikusan adja elő szerintem, fantasztikus. És amikor így beszélgettünk, meséltem neki a tervet, hogy annyira jó lenne egy vígopera vagy vígoperet, és úgy beszélgettünk, felmerült a denevér is, és amikor tényleg lefixálódott, hogy a denevér lesz, vagy valami vígopera, vagy vígoperet, akkor számomra egyértelmű volt, hogy István az, aki erre a megfelelő ember. Különösen, amikor kiderült, hogy Frost szerepel, hát akkor nem is tudtam másra gondolni. És hál' Istennek, ő is ugyanígy gondolta, és ismerve az opera stúdiónk célkitűzését,
hogy népszerűsítsük ezt a műfajt. Ő is ugye mondta többször, vagy többen tudják talán, hogy ugye tanítóképzőt végzett és népművelés szakon végzett, annak még népművelés, most már valami más neve van, de ugyanez a célkitűzés, hogy a kultúra, a zene, ennek a terjesztése, és azonnal mellénk állt, tehát nem kellett nagyon győzködni őt.